Borzasztó sokat segít az anyaországba élők és a határon túlélők közötti kapcsolattartásba, hogy sok ilyen Csabára lenne szükség, akik ezt az élő kapcsolatot csinálják. Ha több lenne az ilyen Csaba, ezt a fajta affinitást, hogy fedezzük fel a saját értékeinket, és ezt határon túlról jött, fedezheti fel velünk, ez ne legyen baj, ez egy jó dolog. Én megtartottam a román állampolgárságomat, és ez nem hőstettből, mert úgy érzem, hogy ez alanyi jogon, ez nekem jár. Ez egy nagyon jó, nagyon jó érzés, ami az utóbbi években úgy felülkerekedett bennem, hogyha eljövök Erdélybe, itthon vagyok, elmegyek Sümegre, otthon vagyok. Nekem az megadatott, hogy van egy óriási térség, a történeti Magyarország óriási területe, ahol legalább 2-3 olyan pont van, ahol én abszolút hazamegyek. Megvolt a forradalom, nem kell mondjam, hogy forradalom napján mondtam a feleségemnek, hogy két lehetőség van, vagy ott halok, pusztulok bele Sümegen, vagy hagyja, hogy eljöjjek Kolozsvára. És csoda-moda a feleségem azt mondta, tudod mit, akkor menjél. Úgyhogy még javában lövöldöztek, de én már itt voltam, Csép Sándor lakásán. Ott voltam, amikor az RMDS alakult, és döbbenetes volt azt látni, hogy mennyire tudta az erdélyi magyarság, hogy mit kell csináljon. Ott éreztem először, hogy a haza számomra Sümeget jelent, és nem Kolozsvárt. De ez valószínűleg abból adódik, hogy sikerült megfogalmazzam én magamnak, hogy mit jelent az, hogy honvágy. Kolozsvár ifjúságom és felnőtt életem javarészét itt töltöttem. Itt lettem nagykorú, itt végeztem, itt dolgoztam, szívemnek egyik csücske. Fontos momentum az én szakmai életemben Fadrusz Jánosnak a kiváló remeklőbe a Mátyás szobor. 70-es években, mikor tudatosan és módszertanilag is nagyon precízen nekifogtam az erdélyi múlt kutatásához, egy nagyon érdekes dologra figyeltem fel. A szakirodalom mindenfele azt írta, hogy Erdélyben a 19. században nem volt művészet, a művészek elmentek, gondoljuk Barabásra, Székely Bertalanra, hogy a két legnagyobbat említsek, hívnak nem volt igény. Kiderült, hogy ez a Fadrusz szobor egy kis birtok árába került. Az ember automatikusan felteszi akkor a kérdést, hogy jó, ott kell legyen egy társadalmi háttér, aki egy ilyen szobrot meg tud, egy ilyen összeget ki tud szorítani magából, össze tud szedni, és 20 évig tartott, amíg sikerült a szobrot az alapítás ötletétől a megvalósításáig eljuttatni. És akkor kezdtem én kutatni az erdélyi szobrászatot, erdélyi művészetet, így sodrottam bele például a fototörténetben, és ez egy új utat is adott nekem, tehát a művészettörténet útját. Kolozsvár főépítésze voltam. Gondolkodásomat nagy mértékben befolyásolta a szovjet típusú városépítési modell. Ennek lényege a tágas terek, hatalmas tömbházak, széles utak egysége. Ennek szellemébe kellett volna átalakítani Kolozsvárt. Leradírozni és eltüntetni a régi Kolozsvár belvárosát. Csaba végigkutatta a város összes levéltárát. Beszélt magyarul, kicsit latinul és románul. Így meg tudta fogalmazni a város múltjáról azokat a dolgokat, amelyek nem a lebontásról, hanem a megmaradásról, és a felújításról szólt. Ha nem lett volna Csaba,
talán örökre eltöröltük volna Kolozsvár központját. De ő meggyőzött engem, hogy ezeket az értékeket meg kell menteni. Magyarország és Románia viszonya az 50-es éveket és a 80-es éveket tekintve megfordult. Tehát az 50-es években a terror Magyarországon volt a keményebb, de a 80-as években feltétlenül Romániában. Tehát az az acél elvtárs által kontrollált kulturális és művészeti élet az számunkra a mennyország volt. Tehát aki áttelepülhetett abban az időben Magyarországra, az nagyon megelégedetten kezdte, ezt kihangsúlyozom, az aktivitását Magyarországon. Amikor a román hatóságoktól megkaptuk azt, hogy most már mehetünk, hát még mindig kérdés volt, nyitott kérdés volt, hogy hova. Azt tudtuk, hogy Magyarország, de hogy pontosan hova, azt nem. Ugyanis Tatabányán volt ígéretünk, és Esztergomba. Értelemszerűen 4 gyerekkel csak is olyan helyre mehettem, ahol lakást is biztosítottak. Indulás előtt talán egy héttel kaptam egy táviratot, ami következőképpen hangzott: Tata beteg, Eszter gyengélkedik, a cuccaitokat küldjetek Sümegre. Hát ez volt az a pillanat, amikor elővettük a térképet, és néztük, hogy hol is van Sümeg. Hétfői nap, emlékszem, hogy megérkeztünk Sümegre, ideérkeztünk, és egy vagon, így, ahogy most itt áll, már várt reánk. Nagyon rendesek voltak, rögtön jöttek emberek, autók, lepakolták, felpakolták, beköltöztettek, és ha úgy tetszik, ez volt az újra kezdett életünknek az első momentuma. Megyei múzeumigazgató voltam akkor, több múzeum tartozott hozzám a tájegységen, üres volt a Sümegi Múzeum igazgatósága, és mondtam, hogy van, jöjjön be ez a fiatalember, beszéljünk róla. Abban a pillanatban, amikor találkoztunk, kialakult egy olyan fajta harmónia közöttünk, hogy azonnal kezet fogtunk, és bedobtam őt Sümegre. Azzal együtt, hogy tudtam jól, hogy ha itt megmarad, akkor Magyarországon is megmarad. Na akkor nagyon röviden mutatok neked valamit, és elmesélek egy történetet, ami bármilyen hihetetlenül hangzik, igaz. Itt van egy az könyv. Ez a Barabás Tibor Napóleon fogja című kötet. Ez volt az utolsó könyv, amit én Kolozsváron olvastam. És az történt, hogy össze voltunk csomagolva, dobozba volt mindenünk, és már valamit muszáj volt olvassak. És benyúltam egy este, kivettem egy könyvet, és elolvastam. Elolvastam, és visszaraktam a dobozba. Megérkeztünk Sümegre, és az akkori város első embere bekísért a múzeumba, megmutatta az épületet, mesélt Kisfaludiról, és nem tudtam rájönni, honnan tudom a részleteket, amíg aztán leesett egy pár nap után a tantusz, hogy te jó Isten, én ezt a könyvet olvastam utoljára. Lehet azt mondani, hogy sors, lehet azt mondani, hogy véletlen, bármi, de ez így történt. Csaba múzeumigazgatónak ment oda. Egy kisvárosban megvan a hierarchia. Iskolaigazgató, könyvtárigazgató, rendőrkapitány, plébános, múzeumigazgató. Oda be kell illeszkedni. Csaba nem egy ilyen illeszkedő stílus, neki saját stílusa van, ő ehhez mindig is ragaszkodott minden olyan napig, ezt képviselte, és ennek a stílusnak megvan a maga érték alapja. De amíg ezt az értéket megismerik, addig a külsőségek alapján ítélkeznek. Mi abból indultunk ki, hogy lényegében van egy múzeumi ambíciónk, tehát szeretnénk a múzeum élére egy olyan ember találni, akinek ez szakmája, szeretné csinálni, ambícióval, az elképzelései vannak. És lényegében az ő jelenkezésekor ő megfogalmazta ezeket a gondolatokat, hogy mi az, amit szeretne csinálni, ő kicsoda, és lényegében egy abszolút bizalommal indult ő itt nálunk. Idős úriembernek ott volt a kőzet gyűjteménye, ami a Kisfaludi ház jelentős részét elfoglalta. Csabának feltűnt, hogy mit keres a Magyar Irodalom egyik ilyen különleges értékű emlékhelyén egy helybeli gyűjtőnek a kőzet, ami nagyon szép és nagyon fontos önmagában, de mindennek megvan a maga helye, és ezért finoman cilozgatni kezdett, hogy hát ez nem ide kellene. Na hát ebből aztán óriási botrány tört ki. Akkor
végig gondoltuk azt, hogy most ez hogy kell tovább működjön, azt mondtam, hogy a kisvárosnak egy városi múzeum kell, amiben helye van Kisfaludi emlékének is. Tehát így született meg a városi múzeumnak az ötlete, tehát hogy nem Kisfaludi emlékház, hanem megváltoztattuk városi múzeumnak a gyűjteménynek a nevét, és azt úgy kezdtük kialakítani, hogy egy kis keresztmetszetet adjon ez az épület a város múltjából. Volt egy-két helyi költő, akik szerették volna, hogyha továbbra is a múzeum a bázisuk, és a dilettáns verseiket a múzeum kiadja, támogatja, Csaba pedig azt mondta, hogy szó sem lehet róla, nem ez a feladatom. Kisfaludi után talán már nem megyünk ennyire le, hogy ez így működjön, mindennek megvan a maga helye, és ez a mondata, hogy mindennek megvan a maga helye, ez volt a konfliktusok alapvető forrása, és amely konfliktus időnként persze kiterjedt az önkormányzati szintre is, vagy az önkormányzat magasságába, és ez aztán tovább színezte Csaba sümegi létét és jelenlétét. A sümeg egyik megtartó ereje szerintem, amit Csaba is felismert, a kisfaludi kultusz. És elsősorban a kisfaludi Sándor kultusz. Kisfaludi Sándor 1801-ben robban be a köztudatba, az irodalmi életben, amikor megjelenik Hifi szerelmei című kötete. Tehát ezek szerelmes versek, egyértelműen. És hogy ne lenne siker egy ilyen versnek, amikor ez magyar nyelven szerelmes versek. Tehát egy olyan időszakban történik ez a dolog, amikor az államnyelv egyértelmű a német, az egyházi a latin, és akkor valaki megjelenik, és magyar nyelven ír szerelmes verseket. Ő tanította meg a magyar hölgyeket magyarul szeretni. Tehát az ő verses kötetéből tanulták meg a hölgyek, hogy szépeket lehet mondani, és szépeket kell elvárni az udvarlóktól. Kisfaludi kötetek igen kellendőek voltak, és igen olvasottak. Például itt van ez az 1807-es kiadás, Hinfi szerelmei, és látható, hogy bizony rendesen olvasták, használtak ezeket a könyveket. Nem attól néz így ki, hogy egy könyvespolcon áll, hanem attól néz így ki, hogy bizony ezeket a könyveket igencsak gyakran és sokszor forgatták az olvasók. Emlékszem, már a 80-as évek elején kezdtük mondogatni, na biztos ez lesz a változás esztendő, aztán kellett várni még majdnem 9 esztendőt, benne volt a levegőben. Csép Sándorhoz egy őszinte barátság fűz engem, főleg szellemi síkon nagyon közel álltunk egymáshoz. Például ő az az ember, aki kijelentette, hogy ő Erdélyből soha nem fog elmenni, és én soha tőle azt nem hallottam, hogy kételyei lettek volna ebbe az elhatározásában. Ősidőktől ismerjük egymást. Azt hiszem, hogy amikor engem a televíziótól kirúgtak 83-ba, akkor vált szorosabbá a barátságunk, mert akkor én többet voltam itthon Kolozsváron. Miután neki megvoltak az ügyei a bukaresti tévénél, és nem kívánatos személy lett finoman fogalmazva, bekerült a Korunkhoz szerkesztőnek, és valahogy nagyon közel kerültünk egymáshoz. Ő volt az, aki ezeket az ügyeket, az én nyavajáimat, az én kételyeimet valahogy megértette, és vele mindig meg tudtam tárgyalni mindenféle ügyet. Csaba rendszeresen bejárt a Korunkhoz. A Korunknak volt és van is egy nagy baráti köre. Az alkalmi szerzők, vagy állandó szerzők, de külső munkatársak, tehát nem belső szerkesztő a lapnak. Csaba közölt alapban elég gyakran a képzőművészeti tárlatok megrendezésében oroszlán része volt. Jó kapcsolataink voltak a Korunkkal, a kolozsvári Korunk folyirattal, és együtt hoztuk létre a Korunk galériát. Ott találkoztam a Korunknál egy Veres Ferenc fotókiállítással. Annyira megtetszett a kiállítás, maga a felfogás, hogy úgy éreztem, hogy ezt azonnal le kell hozzam a Székelyudvarhelyi Múzeumban. Készít Veres Ferenc egy kétkötetes kolozsvári albumot, és akkor jött az ötlet, nézegetve ezeket a fantasztikus felvételeket, hogy mi lenne, hogyha összeraknánk a régi és az új Kolozsvár. Tehát megpróbáltuk ugyanabból a szögből Vas Géza fotoművésszel lefényképezni a várost, és össze is jött egy nagyon jó kiállítás, ami sokat utazott erdészetre, és úgy került udvarhelyre. Neked ebből a szempontból több lehetőséged volt, Kolozsváron éltél,
levéltárhoz közelében. Itt sajnos a rendszer udvarhelyről a szervező elmék idézőjelbe minden levéltárt elvittek, megfosztottak, és akkor már a levéltárban még muzeológusnak sem volt könnyű bejutni, vagy egyáltalán, hogy anyaghoz jusson. A korunk, ami egy irodalmi, filozófiai, kulturális napi, heti lap volt annak idején. Havi. Havi lap volt, heti lap volt egy időben. Ez a számunkra nagyon fontos újság, ez megtehette, hogy betervezze a kiállításait. Tehát ez egy félig hivatalos kiállítás volt, mert ezt be kellett jelenteni, a felsőbb szervek rá kellett bólintsanak, hogy mehet. Ott két hetente tárlatot nyitottak, ott elhangzott a megnyitó, az ismertető, a méltató előadás, illetve bevezető, tárlatvezetés kvázi, mindig volt egy művészi műsor, Márkos Bercék is, akiről az előbb beszéltem. Gyakran muzsikálgattak, ott meghívtak egy-két színészt, akik verseket mondtak, vagy prózai szöveget mondtak el. Aztán a hatalomnak ez is sok volt, pedig a rendszer direktből nem szitta senki. Betiltották ezt is 85-86 táján. Nem tudom már, melyiknek jött az ötlet. Tudjátok mit? Csinálunk mi kiállításokat. Megnyitó van, zenével, és úgy, ahogy kell. Spani Kati színművésznőnek volt egy belvárosi lakása, jó tágas, és fogtuk szépen magunkat, és többen, között Kádár Tibi is, hogy maradjak ennél a példával, felrakta képeit a falra, megnyitottuk hivatalosan, szép beszéddel, szavalattal, színészek szavaltak, és utána a zenészek pedig a kolozsvári állami filharmonia koncertmestere és a hegedűse, a koncert legjelesebb zenészei pedig koncertet adtak ebbe a lakásba. Ahogy mondják, hogy a virágnak megtiltani nem lehet, a művésznek se lehet megtiltani, hogy meg ne nyilvánuljék. És akkor ott nyilvánult meg, ahol tehette. Hol tehette? Baráti körben. Kialakult egy ilyen baráti körünk, és ez szó nemes értelmében baráti körünk. És nagyon heterogén volt ez a társaság. Tehát voltak zenészek, voltak színészek, írók, festők, mérnökök, genetikus. Tehát nagyon-nagyon sokféle emberből, tanárok tevődött össze, és úgy valahogy összeverődtünk, egymásra találtunk. Azok a kiállítások, amiken játszottunk, hát amit játszottunk, általában Bartók műveket nagy szeretettel játszottuk, mert az kvázi tiltva volt a hivatalos zenei műsorból, majdnem ki volt véve Bartók muzsika. Volt közöttünk egy kiváló szobrász, Ambrus Sándor, nagy tehetség. Egyszerre nem tudott elhelyezkedni. És tudod, miből élt meg? Koporsokat faragott. Tehát egy tragédia, egy főiskolát, több kiállításra rendelkező, tényleg nagyon tehetséges. Egyszerre ebből tudott. És aztán utána csinált egy kejhet valamelyik egyháznak, utána, de effektív szobrászati munkát nem jutott hozzá. Vagy a festők, ugyanez volt. A Kádár Tibor, akinek több képe van itt a munkája van nálam az én gyűjteményemben, amit tőle kaptam. Tibi is festett, egyszer nem tudott megjelenni. Bartók zenéjével kapcsolatban be kell mondjuk, hogy az volt a kulturális szerveknek a parancsa, hogy ne játszanak magyar szerzőktől. Na, ez volt. És a helyi magyar szerzőknek is a műveinek az előadását nagyon korlátozták, ide besorolták annak idején Bartókot is. Volt akkor egy olyan periódus, amit mi nem vettünk észre, valószínűleg nem volt hosszú, csak néhány éves, amikor totálisan nekivadult a hatalom a magyar ellenes buzgalmában. Voltak olyan esetek, hogy sikerült a széles tömegekhez is szólni. Például az egyik ilyen alkalom a Bartók Hamvainak a Hazatérte volt. Remekül volt idézítve, ha jól emlékszem, olyan dél körül volt a
a szertartás Magyarországon, amit a Kossuth Rádióban, ami számunkra Kossuth Rádió egy nagyon fontos kapocs volt, ezt meg lehetett hallgatni, és a szertartás után a templom megtelt, tehát akik meghallgatták az adást, átjöttek az unitárius templomba. Szabó Dezső tiszteletes úr biztatására sikerült egy koncertet szerveznünk, amit az újságban sem írtunk ki, hogy Bartók koncert, meg ilyesmi, hanem cím az volt, hogy zenés áhítat. De ez elég volt ahhoz, hogy az unitárius templom kicsivé váljék. Több mint 1100 ember gyűlt össze. Csaba befogadásának a legfontosabb pillanata az volt, amikor kitalálta a püspöki palota rekonstrukcióját, megmentését. A Csaba a püspöki palotára nagyon korán felfigyelt. Nagyon korán felfigyelt, és érezte, hogy ez a feladat lesz talán élete igazán nagy munkája. Csabának ez a mániája, ami az agyamra ment, hogy ha lát egy régi épületet, akkor rögtön meg kell menteni, rögtön fel kell tárni, fel kell mérni és be kell mutatni. Múzeum után a palota volt, amely feladat. A palota volt, amely az 1991-ben teljesen magára maradt. Tehát akkor a kiköltözött innen mindenféle funkció, és a szószoros értelmében ajtókapuk nyitva voltak. És voltak itten körülött elég komplikált dolgok, tehát ez a kor ismeretében ez világos, hogy mi történt. Tudta, hogy ez milliárdos feladat, de hogy hány milliárdos fogalma sem volt, de tudta, hogy meg kell küzdeni a hivatallal, a műemlékesekkel, az önkormányzattal, a pályázati rendszerrel, mindennel az égvilágon. Nem volt könnyű dolog meggyőzni a város akkori vezetését, hogy vágjunk bele. És akkor találtuk ki ezt az alapítvány dolgot, hogy legyen egy püspöki palota közalapítvány, amely mi jogi személy intézi ennek az ügyes bajos dolgait. Én sokszor el szoktam mondani, hogy mikor átvettük az épületet, az első dolog az volt, hogy 287 ablakot üvegeztünk be. Azóta egyet se. A sümegi embereket mindig érdekelte a palota sorsa. Sose felejtem el gyerekkoromban, amikor még az egész palota bástyával volt körülvéve, milyen kíváncsisággal másztunk át a bástyán, és mentünk be a püspöki palota kertjébe, hogy jaj, milyen az belülről. Ez a püspöki palota egy olyan unikum, ami több funkciót tölthetne be, és most egy nagyon jó irányba elmozdulva egy állandó képtárat sikerült ott elindítani, szintén a Csaba hathatós közreműködésével és segítségével, tehát a város használja. A nyolcak századforduló, tehát a Magyar Avangárdnak az elő futárai, nyolc művész élünk a Kesto Károllyal. A folyosón ennek a művészeti körnek a grafikai anyaga látható, és talán erre vagyok én a legbüszkébb, erre az Adi arcképre, ami Tihanyinak a rajza, ami eléggé ritkán. De mellette Móra Ferenc, meg Tihanyinak az ön arcképe, van Lédáról, van Csinszkáról, tehát ilyen szempontból is, hogyha megközelítjük a dolgot, és egy nagyon izgalmas és értékes dolog, de van a Czobber rajzok, Márfi Ödön, tehát minden, ami ez a körhöz tartozik. 70 valány grafika.
Csabába, azt értékeltem mindig Borazó nagyra, hogy akar valamit, tud valamit, elképzelései vannak, megy utána, ha nem úgy van, akkor jelzi, hogy nem úgy van, most máshogy gondolta. De lényegében állandó jellegel volt benne egy útkeresés. Valami olyan élet indult meg, amely ezt a kisvárost az egyik oldalról megmozdította. Sok pénzt nem láttak belőle, csak azt látták, hogy visszakapják, visszahallják a nevüket a sajtóból, a médiából, beszélnek róluk, és egyre inkább azt mondják, hogy itt sümegen történik valami. Én abban az épületben dolgoztam, ott volt a Kolozs megyei Kutató és Tervező Intézet főépülete. Egy külön irodában dolgoztam abban az időszakban, amikor műemlékekkel foglalkoztam. És hát bizony megtörtént, hogy észrevettem reggelente, hogy matadtak az irodába, és nézegették át, hogy mi van a vasszekrényemben főleg. És erre úgy jöttem rá, hogy a kapu szólt nekem, hogy Csaba, megint úgy hagytad a villanyt, és én fel kell menjek a harmadik emeletre, hogy eloltsam. Holott én tudtam, hogy utolsónak mentem el, mert dolgoztam, és eloltottam a villanyt. És úgy egy adott pillanatban leesett a tantusz, és fogtam és egy nagy papírra ráírtam, hogy aki utoljára kotorálsz a szekrényembe, az legyen szíves, oltsa el a villanyt. És ezt úgy betettem, bezártam, de úgy, hogy lássam másnap, hogyha hozzányúltak-e vagy sem. Hát másnapra persze a jelek mutatták, hogy valaki átnézte megint a szekrényemet, de utána soha nem szóltak, hogy úgy hagytam a villanyt. Egyik alkalommal emiatt hurcolták meg Csabát a Securitate emberei, mert valaki, egy jó kollega feljelentette, hogy az íróasztal fiókjában magyar nyelvű tiltott könyveket rejteget, és délután vagy éjszaka folyamán meg is látogatták az íróasztalát, feltörték a szervek, és természetesen kisült, hogy a megyei könyvtárból hivatalosan kikölcsönzött könyvekről van szó. A baj akkor kezdődött, amikor kormányzati szinten kijelentették, hogy a Románia bajaiért a kisebbségek hibásak. És ezt így frankon elmondták. Akkor robbant a trutyma. Tehát akkor, amikor a hatalom megengedi magának, hogy egy olyan ügyet képviseljen, ami társadalomban egyszerűen lehetetlen, hogy jelen legyen, és hatalmon legyen. Mi teljesen tisztában voltunk, jobban, mint a román lakosság, mindazzal, ami történt a világban, abban az évben és az előtte levő évben. És emiatt és reméltük, hogy valamilyen változás rövidesen be fog állni Romániában is, de nem tudtunk benne hinni. Egy kéziratot kiküldtem Magyarországra. Most ezt a kéziratot én feltettem postára hivatalosan. Persze a másik példán kiküldtem valakitől. Én ezt a postai szelvényt eltettem magamnak. Eltelik egy kis idő, megjelenik a tanulmányom Magyarországon, a fotoművészetben, mert tudod, hogy mennyire volt az politikai lap, és utána behív a mi biztonsági emberünk, és mondja nekem, Miklós Ertes, hallom, hogy látom és hallom, hogy maga közöl külföldön. Mondom, igen, hát megtörténik ez. Mondom, hogy hát itt van, hát a postán feltettem hivatalosan, kiküldtem. De most képzel azt a színjátékot, mikor én tudtam, hogy ő tudja, hogy én hogy küldtem ki, és ő is tudta, hogy én tudom, hogy hazudok, és hogy ő is hazudik, hogy az, amelyik a postán elment, az nála van, soha meg nem, és ő is tudta, hogy hát ez még valaki, és akkor bologattunk, mosolyogtunk egymásnak, és elváltunk békességben. Érted ezeket az abszurd játékokat, hogy ültünk egymásra szembe, és tisztában voltunk, ő is hazudik, én is hazudok, ő is tudta, én is tudtam, és azt elmagyaráztuk egymásnak, elköszöntünk, és elmentünk. Csaba ilyen szabad egyetemi előadásokat tartott szakmájából adódóan, és emiatt is meglehetősen sok kellemetlensége volt a hatóságokkal, és letiltottak előadásokat. Azt írtuk be, hogy Szamosújvár modern építészete vagy urbanisztikai fejlődés a szocializmus korában, ezt engedélyezték. Azt, hogy én beszéltem a barokról, érted? Azt már a kutyát nem érdekelte. Szóval ez a látszat, volt egy ilyen látszat dolog. És akkor azért is megcsináltad. Minden erővel a hatóságok arra igyekeztek, hogy egymás ellen
kihasználjanak bennünket, tehát hogy próbáltak beszervezni bennünket, és mi éppen ezzel védtük ki ezt a helyzetet, hogy mindent megbeszéltünk egymással nyíltan, tehát amikor őt behívták, vagy engem behívtak különböző témákkal, utána kiértékeltük, és így nem érhetett meglepetés. Mi egymásba bíztunk, és ezért nem tudta a hatalom olyan károkat. Voltak, persze ott is beépítettek, biztos, hogy voltak, tudtuk is. De alapján ő az a gárda, akiket cseszegette keresztbe Kasul, bíztunk egymásba. Annyira félt mindenki, és annyira belénk oltották, hogy még a feleségedben is megingatták a bizalmadat egy adott pillanatban, hogy képesek voltak rá. Velem egy olyan furcsa dolog történt, hogy meghívott egy nagyon jó barátom a kertjébe, ahova Szepes is meg volt hívva annak idején, akkor ő volt a főkonzul, és a barátom kétségbeesve, nem túlzok azt mondom, kétségbeesve hívott fel, hogy te Berci, Szepes azt mondta, hogy hát ez a Márkos, ez besugó, úgyhogy hogy ha ő jön, akkor én nem jövök. És hát nekem ez annyira rosszul esett, akkor emlékszem, hogy dühönbe, de nem teljesen tehetetlen voltam. Nem volt mit tennem. Ilyen ellen az ember nem tud védekezni. Rá kellett jönnünk, hogy a Securitatenak volt egy külön munkacsoportja, amelyik kizárólag csak az erdélyi magyarokkal foglalkozott, arra voltak specializálódva, kiképezve, és tökéletesen ismerték egy erdélyi magyarnak a lelki beállítottságát. Televízió műsora egy óra volt, ami kezdődött avval, hogy fél óra Ceausescu aznapi működése, és ez nem túlzok, utána volt egy kicsi népzeneblokk, és utána megint ugyanazt leadták még egyszer, és aztán megszűnt a tévéműsor. Fogtam és elcseréltem a televíziómat, emlékszem, egy téli kabátért. Ahhoz, hogy valaki külföldre utazhassék egy művész, 5 fórum kellett ezt engedélyezze, hogy egy külföldre utazhasson valaki. Azon kívül 2 évenként mehetett egy román állampolgár külföldre, de nem joga volt. Ez egy jutalom volt, hogy kézbe vehette az útlevelét, hogyha közben nem követett el valami olyasmit, ami államellenes, vagy esetleg nem változott ugye a társadalmi helyzete, például válófélben volt, akkor őt már nem engedték el. Csaba számomra azért fontos ma, mert tulajdonképpen 2 kultúrát, 2 történetiségében sajátos kultúrát jelenít meg. Az egyik az, amit hozott. Ez természetesen mind a 2 magyar, de mégis egészen más történelmi gyökerekkel, más jellemzőkkel, más mentalitással, amit Erdélyből, és más, amivel itt találkozott Pannóniában. Neki új hazát kellett találnia úgy, hogy a régit is megtarthassa. 89. júniusában érkeztünk Sümegre, feleségemmel és 4 gyerekemmel, és emlékszem, úgy tele voltunk tenni akarással, olyan boldogak voltunk, mint ahogy az ember új életet kezd. És aztán teltek a hetek, a hónapok, és miután elrendeződtek életünk sarokpontjai, akkor tölt rám rettenetesen a honyvágy. Volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon szenvedtem, nagyon nem kaptam a helyemet, és bizony megtörtént, hogy délbe fogtam magam, beültem az autóba, lekocsikáztam 600 kilométert Kolozsvárra, itt sétáltam egyet a belvárosban, egy lélekkel, ismerőssel nem találkoztam, és beültem az autóba, és másnap délre Sümegen voltam. Igaz, hogy eközben elszívtam 3 csomag cigarettát, a szervezetem tele volt nikotinnal, de a lelkem, emlékszem, úgy megnyugodott.
Sümeg most nagyon egy lábon áll. Tehát turizmus minden szempontjából csak a vár és az ahhoz kapcsolódó létesítmények. Ez borzasztó jól fogta meg a Csaba, hogy le kéne hozni a turistákat a várból a városba. Hogy lehet lehozni, ha mutatok neki valamit? A püspöki palota és a vár között van az úgynevezett tarisznyavár, aminek a feltárása most van elég intenzív folyamatban, ahol talán sikerül megint olyat mutatni, hogy a várból lefele jövő embereket a tarisznyaváron keresztül a püspöki palota bemutatásával be lehet hozni a városba. Én Kolozsváron is az volt az én dolgom, tehát hogy ilyen városrehabilitációkat előkészítsek. Tehát maga a szerkezet, a munkamódszer, és azt már elmondták, hogy ezt mi dolgoztuk ki, nem tanultuk, nem úgy jöttünk rá. Ezt bizony elég sok éven keresztül ennek éltem, ezt csináltam. Volt egy nagyon hasonló kisváros, mint Sümeg Erdélyben. Ezt úgy hívják, hogy Szamosújvár. Örmények alapították. Én írtam is egy tanulmányt Szamosújvár és barok és Sümeg barok fejlődése és egy ilyen párhuzam két város között, rengeteg sok az összefüggés. Tehát ez is a barokkorba kezd fejlődni, akárcsak Szamosújvár. Pontosan lehet követni ennek a lépéseit, lakosságban ugyanaz. És nagyon érdekes dolog, hogy Sümeg, amelyik nagyon közel van Bécshez, Szamosújvárhoz viszonyítva, tehát 150 km, az 800, az inkább bécsi barok, mint Sümeg. És ez úgy Szeged ütött bennem, hogy miért Sümeg kevésbé barok, és nem az a bécsi barok. Itt van Sümeg? Itt a padlástéren, itt is és itt is, meg még van a tűzfal. Aha, még az utca frontjérésznek. Ez, itt vagyok. Utca? Tehát ez a szoba épül második ütembe hozzá, az utcára. Az igen, utca mind a Csakuriana is jön. Hát az, igen, hasonló igen, időszak, igen, igen, ez. És akkor ez pedig, de a padlástéren, nem mutatok én neked fényképet. Hát ez a padlástéren, mert megvan az ablaknak a helye, látod? Aha. Itt az ajtó, kő ajtó keret. Fönn a padláson? Igen. Padlástérben jön a kő ajtó keret. A régi ház, a régi tűzfal. Igen, az ott megvan. Mikor az ember rehabilitációt csinál, ezt úgy kell csinálja, hogy az emberek érezzék és tudják azt, hogy ebből vesztesen nem jöhetnek ki. Tehát ez megint egy nagyon veszélyes dolga. Tehát én meg kell értetni az emberek, ha ne adj Isten, arról van szó, hogy innen ki kell költözni, akkor ő csak akkor fog onnan elhagyni azt az épületet, ha olyan ajánlatot tud kapni, ami neki megfelel. Ez jelenti azt, hogy partner vagy ebbe a dologba. Hogy álltok a tervekkel? Akkor azt mondta Máté Géza, hogy akkor így engedélyezi, hogy a kutatás a kivitelezésnek a feltétele lesz. A takaréknál is, ahogy leverték azokat a falakat, hát az hogy néz ki? Hát most én nekem így levernék itt, akkor hogy muszáj üzemelnék? De ez úgy lehet. Hát jó, de ott már azt látod, ki is költődött a takarék, és mennek be a felületes. Hát igen, jó, hát de a takarékhoz bementek a páciensek akkor is, amikor úgy nézett ki, hát de ide nem jönnének be. Jó, teljesen világos. Mondtam, hogy a ház háta mögött leverhetik, csinálhatnak, amit akarnak, csak ezt az oldalt nem, mert hát ugye itt még üzemelnem kell. Így logikus. Igen. Így. Az, hogy túl vagytok a nehezen. Igen. Majd vagy most kezditek a nehezet, meglátjuk. Igen. Én már nem tudom. Semmit sem merek mondani. Végül is a tetőtéren mi lett? Hagyta úgy? Hát azt teljesen át kellett újból tervezni, vagy 6-szor, nem tudom hányszor. És lent hagyott üdvösszobba, az hogy oldott el? Lent meglettek az apartmanok mind. Az úgy, hogy bent, igen, bent van a üdvösszobba. Igen, igen. Nekem nem az a célom, hogy építsek és bontsak, az a célom, hogy az ott lakóknak és a városban élőknek ez a dolog büszkeségére váljon, és mindenki megelégedésére. Persze, surlódások vannak, nézeteltérések vannak, de alapjában véve az ember hagyja abba, hogy el se kezdje, ha nem tudja ezt a konszenzust, ezt a partnerséget kialakítani. Én úgy érzem, hogy a romániai élet olyan színvonalra süllyedt társadalmi élet, a gazdasági élet, az emberi kapcsolatok, amelyek így most ennyi év után bizony nagyon nehéz megfogalmazni, mert nem a konkrét történések voltak tragikusak, azok is, hanem az egész hangulat.
és elsősorban az a kilátástalanság, az a tökéletes kilátástalanság. Tehát a mindennapjaink megvoltak. Éltünk, torakoztunk, dolgoztunk, semmi gond nem volt benne. De amikor abba bele gondolsz abba, hogy jössz egy olyan világba, ahol reggel felkelsz, teszem azt tél van és 7 fok van a lakásban, és akkor meg kéne mosdani, és akkor nincs meleg víz. És akkor nem járnak a trolik, nem járnak a buszok. Valahogy bevergődsz a munkahelyedre. Akkor van egy ilyen törvény, hogy 9-ig nem szabad villanyt gyújtani. Tervező intézetben. Akkor valahogy eltelik a nap, és akkor hazamész. Persze megint kezdődik a troli, a busz, a cirkusz. És nekem olyan 4 gyerekem volt, de idős 8 óra után voltak az én óráim. Tehát lefeküdtek a gyerekek, és akkor tudtam matatni, rendezni, irogatni, gyűjtéseimet rendezgetni, és akkor elvették a villanyt. És én ettől megvadultam. Tehát elvették életemnek a legjobb óráit. Csaba elmondta, és akkor sose felejtem el, hogy hallgattam, és adott pillanatban azt mondja, hogy te képzeld el, a gyereke mind a 4 sportolt, hogy én nem elég, hogy 2 szelet kenyeret megkenek, vaja, zsírra, mellesleg honnan a vaj, és honnan a zsíra se volt. Erről jut eszembe, hogy egyszer elment vidékre, mondta, hogy ott valami nagy országos vásár lesz. Mondta, vegyél már nekünk 1 kiló szalonnát, ha tudsz, ha kapsz. Mert heti vásáron is nehéz ott kapni szalonnát. Pedig oda többnyire földművelők, meg állattenyésztők mentek. A lényeg az, hogy képzeld el, hogy én naponta 16 szelet kenyeret kell megkenjek valami zsírozóval. Vaja, szalonnával nincs. Pénz sincs, de nem is lehet kapni. Bementél az üzletekbe, és akkor úgy képzeld el, hogy az a bevásárló központnak nevezett nagy üzletekbe, a polcokon végig surlókefe volt. Ilyen szépen egymásra rakva, semmi más. De úgy érzed meg, hogy semmi más. Az igatta világon egy korty piát nem kaptál. Nem ők én piás meg. De nem volt. Nem úgy, hogy nem volt, mit tudom, sör, vagy nem volt. Érted? Akkor adták ezeket a húsjegyeket, de azért is sorba kellett állni, hogy kibett. Talán kenyeradag is volt, de vajadag volt, olajadag volt, cukoradag volt. Képzeld el, hogy édesanyám egyedül élt és él a Radon, hát most itt van nálunk, de akkor egyedül élt, és mentem Aradra hozzá látogatóval, és nem tudom, az egyik reggeli után segítettem neki rendet tenni az asztalon, és korábban mondta, hogy ott van a vaj, egyél vajas kenyeret is, de nem ettünk a vajból, viszont mikor rámoltam össze az asztalt, akkor a vajas papírt eldobtam. És azt mondja, ne dobd el, tehát az a fejadag, abból nem ettem én sem, meg te se ettél az előbb, az az egész. Hát olyan kevés volt, de nem tudom, 2-3 deka, vagy 5 deka biztos nem volt, mert csak megérezem. Én azt hittem, hogy már megette belőle a vajat, és eldobjuk a papírját. Szóval ilyen óriási adagok voltak. Ez egy havi adag volt, nem hetente adták. Behoztak egy olyan törvényt, hogy havi 15 liter benzint kaptál. Pász. Ez volt a havi adagod. 1 grammot se. Persze ezeket eszméletlen sorokat kell elállni. Volt úgy, hogy este kiálltam a sorba, és reggelre jutottam a benzinkuthoz. Én nagyon gyakran idéztem abban az időben, hogy a változás akkor fog bekövetkezni, amikor már a hatalom képtelen tovább kormányozni, és a hatalmát biztosítani a tömegek fel, és amikor a társadalom, hogy ne használjam ezt a szót, hogy tömeg, mert valahol pejoratív, amikor a társadalom már nem hajlandó tovább, és azt mondja, hogy inkább a halál, mint hogy ezt a megalázott, a szó fizikai szellem és minden értelmében ezt a nyomort tovább vigye és tovább tűrje. Egy kicsi Skodán, egy kicsi 100-as Skodán vagy, legyen régi típusú. És én annyira tartottam azt, hogy a 4 gyerekem bejárt a központba, a város szélén laktam egy lakónegyedben az erdő közelébe, és olyan 6-7 kilométer volt a központtól ez, és én arra tartottam az autót, hogy a gyerekeimet be tudjam én is haza tudni. Még haza tudtak jönni, de reggel bemenni az lehetetlenség. És úgy szóltam a gyerekeknek, az osztálytársaknak, akik ugye oda jártak, hogy gyerekek, ahány gyerek befér ebbe az autóba, én annyit viszek. Volt úgy, hogy velem együtt 10 voltunk a kocsiban, abban a kicsi Skodával, a gyerekek között hátul beültek, egymás hegyén hátul, és felfelé egyik reggel, így megyünk befele, és megállít a rendőr.
Érted? És Berenc a kacsivás kérdezi, mi ez? És abban a pillanatban elmegy egy trolibusz mellettünk, ahol az ajtóni csüntek az emberek. Nem tudom, hát láttál valamilyen dolgot, hogy így állt a troli oldala, mert annyian voltak benne, és az ajtót nem lehetett becsütni, mert így lógtak. És kérdem a rendőrtől, hogy hát az úgy jobb. Hát ez a pasz, hogy igaza van. Édesapám egyszerű szabó ember volt. Olyan 17-18 éves lehettem, és úgy kezdtem keresni az utamat a világba. Ő mondotta volt, hogy fiam, nagyon ügyelj arra, hogy mit mondasz, mit cselekszel, milyen gesztusaid vannak, mert minden egyes tetteddel kibocsájtasz valamit magadból. És ezek a hullámok, ezek valamikor falban ütköznek és visszajönnek rá. Mikor kiderült, hogy beteg, hogy komoly beteg, akkor az is kiderült, hogy mivel hogy betöltött a 60 évet, volt egy ilyen belső rendelet, hogy 60 év feletti emberekre nem teszik rá dialízis, erre a gépre, amit a dialízist elvégzik. És ez azt jelentette, hogy belátható időn belül ez az ember meg fog halni történetesen az apám. Tehát nekem ez volt az a fordulópont, amikor azt mondtam, hogy egy olyan társadalomból, egy olyan helyről, ahol ezt meg lehet csinálni, ahol egyszerűen emberek dönthetnek mások élete felett, az nem az én helyem. Tehát valahogy sokszor magyarázom magamnak, legalábbis próbálom, hogy miért mentem el, de meggyőződésem most ennyi év távlatában, hogy ez nagyon-nagyon súlyosan ér volt amellett, hogy itt változtatni kell. Sümeg azért is nagyon izgalmas, tehát a történelmi belvárosa, mert ez egy olyan együttes, hogyha megnézzük, amelyeknek nincsen egyetlen egy belvárosnak egyetlen egy utcája sem. Van három tere, Szent István tér, Kisfaludy tér és Udvarbíró tér. Ilyen a történeti Magyarországon, ilyen történeti belváros nincs. Tehát itt van a vár, a várnak az árnyékában megépül a püspöki lap, ami aztán kialakul palotának, az évszázadok folyamán, itt pedig a ferencesek 1650-ben telepítik be a ferences rendet Sümegre, itt van az ők központjuk, templomuk és egyházuk, majd megépülnek a városfalak, és a falakon belül épül egy házsor. Na most abban a pillanatban, amikor elveszti értelemszerűen a városfala a hadászati jelentőségét, és terjed tovább a város. Tehát ez a terület nagyon pontosan le van határolva, és azért izgalmas, és azért is nagyon nehéz vele dolgozni, mert ezen a területen, ha jól emlékszem, mindössze 3 vagy 4 épület olyan, amelyik nincs műemlékvédelem alatt, de az egész terület is egyébként is műemlékvédelem alatt áll. A bálváros rehabilitációról én nagyon pozitívan ítélem meg, és értékelem, hogy nagy mélységben foglalkozik vele, állami szinten is, kincstári szinten is Sümeg bálvárosának a rendbetételével. A városrehabilitáció az nem egy tervezés, hanem az egy folyamat beindítása lehet. Az egy nagyon sok szereplős játék, aminek a tervezés az csak egy kicsi kis része. A tervezés tulajdonképpen ebben a legelső időszakban egyfajta álmodás. Egy a baj a Sümeg városának a változások óta, hogy nincs egy rövid, de közép vagy hosszú távú stratégiája sem. Most ebben pozitív az én hozzá megítélésem a Miklós és Sikes Csabának a hozzáállása. Ő egy tenni akaró, egy kreatív, egy jó gondolkodású, jó szellemű ember. A gondunk nekem ott van alapból is, hogy ezeknek az elképzeléseknek az összeállítása, és hát érzem én túlzottan erőszakosnak. Diktáltnak, nem is tudom, hogy fejezzem ki magamat. A Csaba volt az, aki az ötleteket szolgáltatta, és a testület pedig vagy immelámmal, néha lelkesedéssel fogadta. Azért nagyon fontos dolog volt, hogy a Csaba el tudta fogadtatni a testülettel az ötleteket. Akadékoskodók mindig voltak. Jó például az Orpheus. November 4-ig le kell adni. Pénteken jönnek most megint a pályázatot. Legyen az józan észre valaki egy 800 milliós forintos projektet 2 hét alatt, ugye már 2 hét lesz.
megírni, úgyhogy az uniós pénzek ráfogadható legyen, nem biztos, hogy szerencsés. Az Orpheus pontosan ez történt. Másfél évig abban voltunk, kulturális. Úgy is készültünk lassan, agyilag, szellemiségében, a tervekkel, hogy ez lesz. Utolsó pillanatban kiderült, hogy felejtsük el az egészet. Ez nem, semmi baj nincs benne, mert jövőre vagy valamikor biztos lesznek ilyen kiírások. Én nem azon vagyok, hogy ne legyen már, ha nem mi kapjuk meg Áviszi Zirt vagy Áviszi más település. A világ legtermészet ellenesebb lenne, hogyha valaki azt mondja, hogy nem az adott településének legyen az jó, hanem magában ott érzek én gondot, hogy az idővel kifutva, a végén kapkodva, sok pénzbe kerülve, egyszerűbben és olcsóbban, gyorsabban meg lehetett volna. Nem a Farkas úr volt az első, aki megfogalmazta a Csaba munkájával kapcsolatos bírálatot. Pár évvel ezelőtt durvább formában is megtörtént. Megtámadták jobb oldalról, megtámadták más oldalról a Csabát. Én úgy érzem, hogy nem ismerték. Valójában a nagy gond az, hogy nem ismerik igazából a Csabának a munkáját. A legutóbbi választásokon, önkormányzati választásokon képviselőtársai tagnak választották, ami titkos választás, ugye ez nem kicsi dolog. Szóval ez a legnagyobb elismerés. Ma már számítanak a véleményére, sőt véleményformáló lett a településen, annak a Csaba előélete az egyik magyarázata. Ő Kolozsvárról két dolgot hozott magával. Az egyik az, hogy nincs leküzdhetetlen akadály. A másik az, ő abból a világból érkezett, ahol az értékek naponta voltak a pusztulásnak kitéve, pusztán csak azért, mert magyar értékek voltak. Ennek következtében ő tudta, hogy nincs felesleges kidobni való értékünk, legyen szó a sümegi temető földbe süppett sírboltjáról, legyen szó a püspöki palota éppen ázó kápolnájáról, vagy a sümegi múzeum korhat padlójáról, amelyet ki kell cserélni minél gyorsabban. Ehhez hozott elegendő muníciót, töltést, szellemi, olykor meg fizikai erőt is, hogy ezt végigvigye. Ez az egyik kedvenc helyem Sümeg környékén. Akárcsak Kolozsváron itt is rendszeresen járunk gombászni, kutyát sétáltatni, és általában ide jövünk ki, itt a környező erdőkben szedjük a gombát. És amikor én pár év elteltével egyszer Amsterdamba jártam, és ott elkapott a honvágy, hát akkor igazság szerint de akkor már nem Kolozsvárra vágytam, hanem ide erre a vidékre, erre a környékre. Én, ha Csabának telefonálok, akkor úgy kezdem a beszélgetést, benn vagy még a múzeumban, mert ha este 6 órakor, vagy 7-kor, vagy 8-kor telefonálok, ő viszont ott tud dolgozni. Az az igazság, hogy ilyenkor tud a Csaba igazán dolgozni. A napi nyüzsgés, a napi embereknek a mozgása, jövése, menése a múzeumba egyszerűen lehetetlené teszi azt, hogy egy-egy kérdésbe, amihez tényleg idő kell, nem percek alatt lehet megcsinálni, az órák kellenek, ahhoz le kell ülni, azt úgy kell csinálni, és ez azt hiszem még hosszú ideig a Csaba számára így fog menni, hogy még 8 órakor is ég a villany a múzeumban, meg 9-kor is ég a villany a múzeumban.